Én hasonlóan gondolkodtam, és gondolkodtunk erről a mérkőzésről, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a Siófok, amilyen pozíciót elfoglal a tabellán, az nem fémjelzi, hogy milyen csapat. Sokkal jobb csapat, én úgy gondolom, mint ami a tabella tükrözi. Azt gondolom, hogy igaz, hogy tele vagyunk fiatalokkal, de ez nem szeretnék magyarázkodni sem. Mert azt gondolom, a mai generáció egy része, egy nagy része alkalmatlan arra, hogy egy magasabb szintre tudjon eljutni. És ezt tudom mondani egész Magyarországra, és ezt most meggyőződésem. Három hete már folyamatosan gondolkodom azon, hogy ez a közeg, meg ez az egész, ez mennyire jó, ez mennyire tudom elhitetni, mennyire tudok őszinte lenni. Egyszer nálam is ki fog borulni a bili, mert hiába lehet az ember felkészült, vagy hiába lehet egy játékos felkészíteni bárhogyan, bármiképpen, mikor nem tudja, mi az, hogy szenvedni, mi az, hogy az eredményért megküzdeni. Azokat a kifejezéseket, hogy vér kell izzadni, vagy valami meg kell szó szerint halni, félreértelmezik. Én azt gondolom, minden csapat küzd ebben a dologgal. Játsszuk itt a nagyon szépet, a nagyon jót, meg figurázok itt a jó dolgokat, de én úgy gondolom, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy egy magasabb szintet elérjünk, és nem csak Zalaegerszegről beszélek. Nagyon szörnyű azt látni, hogy ez a zalaegerszegi stadion ilyen pár száz ember előtt játszik egy mérkőzést, úgyhogy itt van egy csapat, még hogyha milyen kis. Ez a folyamatos negatív közeg, meg a negatív dolog, ami itt körülvesz minket, ezen változtatni nagyon nehéz lesz. Én úgy gondolom, bele kéne mindenkinek nézni a tükörbe, de mondom, egyelőre tűrtöztetem magam, nem tudom meddig, lehet, hogy fél óráig, de lehet, hogy még egy pár hétig, vagy egy pár hónapig, de ez nagyon, nagyon nem tetszik, és nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog, hogy valakit úgy kellene, mint valami marionett bábút mozgatni folyamatosan, és esetleg az anyja, az apja, a családfája, meg nem tudom már ki kéne, hogy legyen az ember, hogy egyszerűen szembesíteni tudjuk, de Magyarországon sem tudjuk szembesíteni azzal, hogy mi az a igazi közeg, amiben való egy futballista, vagy ami igazán futballistává teszi a játékost. Úgyhogy inkább azt tudom mondani, hogy gratulálok az ellenfélnek, megérdemelték a győzelmet természetesen. Én nagyon szeretném, hogy a Siófok életben maradjon, bele tudom gondolni a helyzetükben magam, hiszen mi is voltunk ilyen helyzetben. Én nagyon szeretném mindenkit megkérni arra, hogy segítsen. És azért azt gondolom, többre hivatott ez a csapat. Nem félre mondom, iránk is természetesen. Úgyhogy ennyit szeretnék mondani. Igen.